Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! A mai videónk az 5 játék 5 vélemény. Ez annyit akar, hogy előkészítettem letakarva 5 játékot. Egyesével elő fogom venni, és a Petrának mindegyik játékról 5 véleményt kell mondania. Az első játék a Korinthosz. Ezt tudom, hogy kedveli a Petra, úgyhogy reméljük ezzel nem lesz olyan nehéz dolga. Hát azért is szeretem a Korinthoszt, mert időben pont jó. Nem túl rövid, nem túl hosszú, ez az egyik, amit szeretek benne. De azt is szeretem, hogy többféleképpen is tud pontot gyűjteni. Meg a dobókockák miatt azért elég változatos a játék. Igen, mondjuk, hogyha mondjuk választasz valamit, utána lehet a következő körben olyan már nem jön, úgyhogy akkor az nem lesz jó neked. Meg... Azt tehát elég nagy a szerencsefaktor a játékban. Ja, azt is szeretem benne, hogy azért párszor kell is dönteni. Nem csak szerencse. Ezt hogy érted? Hát, hogy mondjuk nem mindegy, hogy most arra a lépkedős valamire mész rá, vagy inkább jobban a nyersanyagokra. Tehát a Petra arra gondolt, hogy nem mindegy, hogy a kereskedő, vagy választhat, van már választási lehetőség, hogy a kereskedőket szolgálja ki, nekik az árucikket szállítja le, vagy pedig a kis emberkéjével lépked. Mindegyikkel lehet pontot szerezni, úgyhogy hát igen, jókor kell jót dönteni. És még? Hát az is jó benne, hogy ilyen tök jók azok a lapok, amiket így le lehet róla szedni. Hát jól néznek ki, igen. Jó a grafikája meg is. Igen, római kori. Így van. Na, akkor ez nagy nehezen összejött. Akkor hát a második játék, az már nehezebb lesz azért. Méghozzá a második játék egy Everdell. Na, mi van, Petra? Nem kell megijedni. Na, Everdell. Hát... Na, mi az? Hát, az is tök jó benne, hogy ilyen állatok vannak benne. Igen? Nem tudom, hogy ez... Tehát tetszik, hogy állatok vannak benne, igen? Ja, igen. Hát, itt is rengeteg választási lehetőség van, itt még több is. Fú, hát itt aztán tényleg van rengeteg választási lehetőség. Igen. Meg az is jó benne, hogy a lapoknak, mindegyik lapnak van egy különleges képessége. Igen, mindegyik lapnak van képessége, amivel... iszonyat mód össze lehet kombozni a dolgokat, és nagyon jól lehet taktikálni mert benne. Mert egy csomó lap így kapcsolódik a másikhoz. Így van. Az meg is ugye, hogy hogyan benne... teremteszed ő magadnak nyersanyagot, mert az se egy egyszerű történet. Hát nem. Viszont a hosszúsága. Igen. Neked egy kicsit hosszú szokott lenni ez a játék, nem? Hát nem mindig, nem nagyon szoktunk mostanában vele játszani, de azért... jó is szokott lenni párszor. Hát, nagyon nagy benne az újrajátszhatóság, mert egyszerűen mindig más jön ki itt is. Meg rengeteg lap van hozzá. Igen, meg nagyon szép a grafikája. Oké, akkor nézzük a következő játékot. Az nem más, mint a Petra egyik nagy kedvence, a Kaméleon. Ezzel gondolom nem lesz nehéz dolgod. Bár hát... az Everdell-el se volt problémád. Hát a Korinthosz, amelyre gondolkoztam eddig a legtöbbet. Igen, na, Kaméleon? Hát én ezt a Kaméleon játékot azért szeretem, mert hogyha előtte ilyen tökre ilyen gondolkozós játékokkal játszunk, mint például az Everdell, vagy a Festav, utána nagyon jó lesik így a végén kaméleonozni, mert tehát nagyon jó parti. Lazulós parti játékról igen. Beszélünk, igen. Meg... az a legviccesebb benne, amikor az van, hogy a kaméleon azt hiszi, hogy ő már kitalálta a lapot, és akkor teljesen más mond, és a szót. Például, mint amikor én azt mondtam, hogy a szurikáta csúszik, mert azt hittem, a kígyóról van szó. Hát igen. Amúgy én nagyon szeretek kaméleon is lenni. Általában... na igen, mindig ügyesen kitalálod a dolgokat, és jókat mondasz, nem jönnek rá. Hát igen.
Meg amikor szavazunk, és mindenki tökre, tök más emberre gondol, az is vicces szokott lenni. Meg hát nem is annyira hosszú. Szerintem nagyon jó parti játék. Így van. Ezzel könnyű dolgunk volt, ezt nagyon szereti a Petra. Na most akkor jön egy kicsit nehezebb. Méghozzá a negyedik játék, egy kalikó. Ezzel mostanában azért játszottunk jó párszor. Igen, Petra? Hát azért ebben is van egy nagyon kevés szerencse, hogy mikor jönnek be azok a foltok, ami éppen neked kell. Hát igen, hogy mit húzol ki a zsákból. Igen, azt is szeretem benne, hogy a feladatokat, mert mindig, általában mindig mások jönnek be, aztán nagyon jók szoktak azok is lenni, amikor így próbálod megkapni a foltot. Meg még azt is szeretem benne, hogy tök jól így ki lehet rakni, lehet benne kombozni, többféleképpen, például mondjuk a gombokkal, vagy a cicákkal. És hát, mivel a feladatok egymás mellett vannak, ezt azért is szeretem, mert hogy azokat is tök jól lehet kombozni. Én nagyon szeretem az ilyen, azt, hogyha lehet kombozni egy játékba. Vagyis a kombónál nem úgy értettem, hogy tényleg a kombóra, hanem arra, hogy így logikusan kell kirakni, úgyhogy minden passzoljon jól. Úgyhogy tehát egy ilyen logikai megfejtést kíván. Meg hát nem is annyira hosszú, 30-45 perc. Meg hát tele van macskával, amit te imádsz. Hát igen, szeretem a macskákat is. Szerintem nagyon jó játék. Igen. Akkor az utolsó játék. Hát nem is tudom, szerintem ez sem lesz egy nehéz. A kockázatos kaland. Ezt is kedveli a Petra, ezzel is játszottunk mostanában jó párszor. Igen, ez a játék nagyon régóta van meg nekünk, de régebben nem annyira szerettem, mostanában nagyon megszerettem, mert észrevettem, hogy itt lehet kombozni. Megpróbáltam egyszer jól játszani, és majdnem nyertem, csak a végén apa mégis belehúzott valahogyan. Úgyhogy igen, nem is annyira hosszú, kb. Egy órás. Azt is szeretem benne, meg hogy itt is úgy dönteni kell, egy ásatásra mész, vagy a térképen haladsz, vagy valamit így összegyűjtesz. És hát észrevettem, hogy a Scarabeus-szal nem kell annyit szórakozni, hanem hogyha így valami lapot begyűjtesz, az, hogyha mondjuk ad pontot, vagy órát. Hát igen, fel lehet építeni egy olyat, ami bármit csinálsz, és kapod a pontokat, meg az órákat, igen, lehet ilyet összehozni. Meg ugye, hát az sem mindegy, hogy meg tudsz olyan összeépíteni, hogy pontot is kapsz, meg még nyersanyagot is kapsz rá, jobban megéri, mint az a igen. 4 pontos Scarabeus. Hát igen, meg még az is jó benne, hogy a térképek, vagy a tekercsek, nem a térképek, a tekercsek, amik így vagy be tudod gyűjteni, vagy de nem. De kincses térkép az. Igen, az kincses térkép, akkor. Ja, hogy a végén ki tudod rárakni, vagy nem? Igen. Hát igen, azon dolgozni kell azért rendesen. Ja, az a legjobb, amikor így ezt is így egyszerűen ki tudod valahogyan rakni. És összejön minden a végére. Igen. Na hát ez lett volna az 5 társas játék, amire Petrától kértem mindegyikről nagyjából 5 véleményt. A következő részben megpróbáljuk ugyanezt fordítva, Petra fog nekem 5 társas játékot kirakni, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Sziasztok! Sziasztok!